12. Akik átestek a kihallgatáson és házkutatáson, melegkendőkben és bundákban egymás után visszaszállingóztak a volt tojásraktár fűtetlen helyiségébe, ahol most a házgondnokság bizottsága székelt. A szoba egyik végében hivatali íróasztal állt, meg néhány szék, amely azonban nem volt elegendő, hogy ennyi népet leültessenek, ezért kiegészítésül lócaformán Hosszú fenekükkel felfelefordított üres tojás, tojásos ládákat raktak körbe egymás mellé. A helyiség túlsó végében a mennyezetig álltak feltornyozva az ilyen ládák. A sarokban halomba söpörve a fagyos fagyapot, amelyet csomókban ragasztott a falhoz a kicsurkott, törött tojás. Neszezve nyüzsögtek közte a patkányok, amikor kifutottak a messzelen fő kőpadlóra, majd megint elrejtőztek a fagyapot közt. Mindahányszor egy hájas, hangos asszony visítva felugrott az egyik ládára, kacéról feltartott ujjacskákkal felkapta a kabátja aját, aprókat toppantott, magas szárú, divatos cipőjével, és erőltetett torokkal reket részek hangon kiabált: Olka, Olka, hiszen itt patkányok futkosnak jó, elmenj innen, ronda dög! Jaj, jaj, érti a mocskos féreg! Megvadult? Jaj, jaj, ott mászik a ládán, csak a szoknyám alá ne ugorjon. Jaj, de félek, jaj, de félek, forduljatok el, urak. Bocsánat, elfelejtettem, hogy most nem urak vannak, hanem polgártársak. A lármázó nő személyen hosszú, bőnyitott, nyitott, bunda volt. Alatta három halomban rengett, rengett, a tokája, dús, keble és se, sejem ruhába csomagolt hasa, mint a rezgő gyümölcsös kocsonya. Látott rajta, hogy valaha divat hölgynek számított a harmadrendű kupecekés és kereskedő segédek világában. Alig bírta kinyitni dagadt szemhéjú, disznó szemét. Időtlen időkkel ezelőtt egy vetétásnője levitrioloszta, de elvétette, és csak két-három csepje marta ki a bal orcáját, meg a szája bal sarkában érte két helyen, de oly enyhén és alig észrevehetően, hogy szinte-szinte csábos volt. Ne ordíts, így nem lehet dolgozni, mondta az asztalnál ülő nő, a kerületi szovjet képviselője, akit a gyűlés elnöknek választott. Régóta ismerték a régi lakók, és ő is jól ismerte őket. A gyűlés kezdete előtt nem hivatalosan halkan beszélgetett Fatima nénivel, az öreg házmesternével, aki azelőtt a piszkos pincében húzódott meg férjével és gyermekeivel, de most átköltözött a lányával az első emeletre, két világos szobába. – No hát, hogy vagy, Fatima? – kérdezte az elnöknő. Fatima panaszkodott, hogy egyedül nem boldogul a nagy, és népes házzal segítségre meg nem számíthat, mert senki nem tartja be a minden lakásra nézve kötelező udvar és utcatakarítási rendeletet. Ne busz, Fatima, széttütünk mi köztük. Légy nyugodt! Micsoda bizottság ez? Hát lehetséges ez? Bűnöző elemek bujkálnak, kétes elkölcsű személyek laknak bejelentés nélkül a házban. Ezeket kiebrudaljuk, és választunk másikat. Belőled ház bizalmat csinálok. Csak ne berzenkedj! A házmesternél imánkodott, hogy csak azt ne tegye, de az elnök nő ügyet se vetett rá. Körbe pillantott a helyiségen. Úgy látta, elege, elegen összegyűltek, csendet kért és rövid bevezetővel megnyitotta a gyűlést. Elítélte az előző házbizottság tétlenkedését, javasolta, hogy állítsanak jelölteket az új megválasztására. Aztán más tárgyakra tért. Mikor azokkal is végzett, többek közt ezt mondta. No elvtársa, tehát úgy áll a helyzet. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. A maguk háza tágas, és le jó lesz vendégháznak. Feljönnek a küldöttek a tanácskozásokra, és nincs hol elhelyezni őket. Határozat született, hogy a Kerületi Szovjet rendelkezésére kell bocsátani a házat vidékről érkezők számára, és Csiverzinről kell elnevezni, aki ebben a házban lakott, mielőtt száműzték, De ezt mindenki tudja. Nincs ellenvetés, akkor a ház kiürítéséről. Ezt nem végre végrehajtani, van rá egy évük. A dolgozókat elköltöztetjük, adunk nekik lakóteret, a nem dolgozókat figyelmeztetjük, hogy keressenek maguknak 12 hónapot adunk rá. És ki az, aki nem dolgozik köztünk? Nálunk nincsenek nem dolgozók, mind dolgozók vagyunk, kiáltoztak mindenfelől, és valaki felcsattant. Ez nagy hatalmi sovinizmus, most minden nemzetiség egyenjogú, tudom én mire céloz maga. Nem egyszerre, Azt se tudom, kinek feleljek. Mi az, hogy nemzetiségek? Hogy jön ide a nemzetiség, Kim polgártárs? Hrapugina például egyáltalán nem nemzetiség, mégis kilakoltatjuk. Azt próbáld meg. Azt még meglátjuk, hogy kilakoltatsz-e. Te lestrapált strózsák! Tíz hivatalod is van, ordítózott mindenféle értelmetlenséget. Rapugina, a vita hevében mindennek elmondva a küldöttet. Hé, hey, te kígyó! Hé, hey, te sátán Nem szégyelled magad? Háborodott fel a házmesterné. Hadd csak, Fatima, megvédem én magamat. Hagyd abba, Rápugina. Te is mindjárt a fejére nősz az embernek, ha hagynak. Elhallgass, jót mondok, mert rögtön átadlak a megfelelő szerveknek. Nem várom meg, míg rajta kapnak a pálinka főzésen, meg hogy lebújt tartasz magadnál. Tetőpontjára hágott a zsivaj, nem hagyták szóhoz jutni egymást. Ekkor lépett be az orvos a raktárba. Megkérte az első embert, akivel az ajtóban találkozott, hogy mutasson neki egy házbizottsági tagot. Az ember töltsét csinált a kezéből, és túlhalsóva a zenebonát, szótagolva kiáltotta. Geliulina, gyere ide, téged keresnek! Az orvos nem hitt a fülének, oda ment hozzá, és sovány kicsit hajlott asszony házmesterné, az orvos meglepődött, hogy mennyire hasonlít egymásra anya és fia. De egyelőre nem leplezte le magát. Egy nő itt a házban tifuszos lett, megmondta a nevét. Mindent meg kell tenni, hogy el ne terjedjen a ragály. Azon kívül kórházba kell vinni a beteget. Megírom neki a papírt, a házbizottságnak hitelesítenie kell, hogy és hol lehetne ezt megcsinálni. A házmesterné úgy értette, hogy a kérdés a betegász vonatkozik, nem pedig a kísérőlevél kiállítására. A kerületi szovjet küld konflist. Gemina elvtársnő ért. Gemina elvtársnő, jól élek. Ha szólok neki, odaadja a konflist. Nem busolj, doktor elvtárs, elvisszük a betegedet. Jaj, nem úgy értettem. Csak egy kis zukkéne, ahol megírhatom a beutalót. De ha konfliktus is lenne, ne haragudjon maga, nem Geliulin, Oszép Gymaziért Tinovic, Geliulin főhadnagy édesanyja. Együtt szolgáltam vele a fronton. A házmesterné egész testében megremegett és elsápadt. Megragadta az orvos kezét. Gyerünk ki, majd az udvaron beszélünk. Alig, hogy átléptek a küszöbön. Hadarni kezdett. Halkabban, Isten mentse, meghallják. Ne tegyél tönkre. Juszupka, rossz útra tévedt. Te is láthatod, mert két csoda, Juszupka. Ines volt műhelyén, műhelynek. Juszupka. Juszup kell érteni, hogy most jobban van az egyszerű nép, a vak is látja, minek itt te beszéd. Nem tudom, te hogy gondolod, talán neked lehet, de Juszupkának bűn megveregetni az Isten. Juszukka apa oda veszett katunárak megöltek, de hogy se keze, se lába nem maradt, se emberi képer rajta. Nem bírta folytatni, legyintett és várta, hogy lecsillapodjon. Aztán mondta tovább. Gyerünk, mindjárt megszerzek neked konflist. Tudom én, te ki vagy. Itthon volt Juszukka két nap, mondta. Te, azt mondja, ismersz le rá Gisárovát. Jó lány volt. Járt ide, mi hozzánk, emlékszek. De hogy most milyen lesz, ki ismeri maguk fajtátokat? Hát lehet az, hogy urak, urakra menjenek rája? De jó bűn. Menjünk, kérjük meg konflist. Gemina elvtársnő ideadja. A Gemina meg megtudott ki. Olja Gemina. nő volt lere Gisárová anyukánál. Hát ő az. Az is idevalósi. Ebbe a háznak. Gyerünk! 13. Már egészen besötétedett, körös körül éjszaka, csak a gyemina zsablámpájának fényköre ugrált előttük, vagy öt lépésnyire hóbuckáról hóbuckára, inkább megzavarva a haladókat sem, mint mutatva nekik az utat. Körös körül vak sötét, a ház is mögöttük maradt, ahol annyian ismerték Larát, ahol sokszor járt, kislánykorában, ahol Enchipov, az ő majdani férje nevelkedett kisfiúkorában, mint mondják. Gemina tréfás fogón, megkérdezte az orvostól, ugye, most már lámpa nélkül is hazatalál, nem? Mert odaadom, doktorártárs. Igen, én valaharra jongtam érte, bele voltam bolondulva, mikor kislányok voltunk. Varrószalonyuk volt, műhelyük. Náluk laktam, mint tanuló lány. Ebben az évben találkoztam vele. Erre utazott. Átutazóban volt Moszkvában. Mondom neki, hova még te bolond? Maradj itt! Lakhatnánk együtt? munkát is találnál. Mit keresnél ott? Nem. Neki dolga van. Az esze vezette paskához. Nem a szíve. Azóta olyan mániákus. Elutazott. Maga mit gondol róla? Vigyázzon. Csúszik. Hányszor mondtam, hogy ne öntsék ki a piszkos vizet a kapu elé. falrahány borsó. Hogy mit gondolok róla? Hogy, hogy mit gondolok? Hát mit gondolhatok? Nem érek én rá arra. Na, itt lakom. Elhallgattam előle, hogy a katona fivérét úgy hírlik agyonlőtték, de az anyát, az én régi asszonyomat, talán sikerül kihúznom, közben járuk érte. Na, én itt vagyok, viszontlátásra. És elváltak. A gyemina lámpácskájának a fénye belefúródott a keskenykő lépcsőházba, és előre futott, megvilágítva a mocskos feljárat mazados falait. Az orvost pedig körülfogta a sötétség. Jobbra volt a diadalkát balra volt a sétakocsi sor. A fekete messzeségben, a fekete hóban nem is utcák voltak a, sző, a szó köznapi értelmében, hanem messze nyúló kőépület sorok sűrű tagjá, tajgájába, mintha az Urál vagy Szibéria átlatolhatatlan rengetegébe nyilalló erdővágások. Otthon világos volt, meleg volt, hogy, hogy ilyen későn? kérdezte Antonin Alexandrovna, és meg se várva a választ folytatta. Távol létetben különös dolog történt, furcsa és megmagyarázhatatlan. El is felejtettem mondani. Apa tegnap elrontotta az ébresztő órát, és egészen kétségbe esett. Az utolsó óra a háznál. Ne kellett megraparálni, piszmogott, matatott rajta, nem sikerült. A sarki órás három font kenyeret kért érte, Csillagászati ár. Mit csináljunk? Apa egészen búna keresztette a fejét. És egyszerre csak képzeld, egy órával ezelőtt átható fősiketítő csengetés? Az ébresztő óra. Fogta magát érted és járni kezdett. A tifuszom óráját ütötte el. Nevetett az orvos, és elmondta a családnak a betegnő zenilő órájának történetét. 14 de sokkal később kapta meg a tífuszt. A zsivagó családot már elviselhetetlen csapások érték. Nyomorogtak, a pusztulás szélére jutottak. Júri Andrejevics felkereste azt a pártembert, akit megmentett a rabló támadás áldozatát. Az meg is tette az orvosért, amit tehetett. Csak hogy kitört a polgárháború, Júri Andrévics pártfogója folyton ide uta azon kívül meggyőződésének megfelelően természetesnek tartotta az akkori idők nehézségeit, és titkolta, hogy ő maga is éhezik. Próbált fordulni Júri Andrévics a Tveri sorompón lakó Kreislerhoz is, de annak azóta eltelt hónapok alatt nyoma veszett, és felgyógyult feleségéről se tudott senki, Kicserélődtek a lakók a házban, Gemina a fronton volt, Geliulin a ház megbízottat, nem találta otthon Júri Andrejevics. Egyszer kapott utalványra Fát Hivatalos Áron, csak el kellett hozni a Vindovai pályaudvarról. Kísérte végig a végtelen Mestchanskaya utcán a kocsist meg a váratlan kincset vonzoló gebét. Egyszer csak azt vette észre, mintha Mestchanskaya utca már nem is volna igazán a Mestchanskaya utca. És hogy ő tántorog, és nem viszi a lába, ebből rájött, hogy cefetül áll a dolog, neki vége, ez a tifusz. Elvágódott a kocsis, szedte fel, nem is emlékezett rá, hogy vitte haza, valahogy helyet szorítva neki a fa között. 15. Megszakításokkal két hétig volt önkívületben. Azt látta a lázálmában, hogy Tonya leteszt két kert sort az ő íróasztalára bal kezét a sétakocsi kertsort, jobb kezét a diadal kertsort, és közel tolja hozzájuk a forró, átható, narancsfényű asztali lámpát. Az utcákon világos lett, most már lehet dolgozni. És ő ír, hévvel és rendkívül könnyen ír. Azt írja, amit mindig is meg akart írni, és már régen meg is kellett volna, de soha se tudta. És most sikerül. Csak néha zavarja meg a, egy fiú, akinek keskeny kirgis szeme van, és nyitott szarvasbundája, bundája, amilyet Szibériában vagy az Urában viselnek. Teljesen világos, hogy ez a fiú az ő halála szelleme. Vagy mondjuk egyszerűbben, hogy a halála. De hogy lehet halál, ha segít neki verset írni? Vajon lehet-e haszon a halálból, lehet-e segítségére az embernek a halál? Nem a feltámadásról ír verset, és nem a sírbatételről, hanem a kettő között eltelt napokról. Egy felkelés című elbeszélő költe, mint írt. Mindig meg akarta írni, hogy a fekete, férges földvihar, három álló nap, göröngyeivel, tömbjeivel rontva rá, mint ostromója, rohamozza a szeretet. halhatatlan megtestesülését, ahogy a tengerőzön hullámai csapnak leröptükben a partra, és temetik maguk alá hogy tombolt, támad és vonul vissza három napra. Nap alatt a fekete földvihar. És két rémelő sor kísértette. Örül, ha hozzáérhet, és felébred, felébred. Örül, ha hozzáérhet a pokol, az összeomlás, a romlás, a halál. Velük együtt azonban örül, ha hozzáérhet a tavasz is, Mária Magdolna is, az élet is. És fel kell ébredni, fel kell ébredni, és fel kell kelni, fel kell támadni. 16. Lábadozni kezdett. Eleinte boldog bolgaságban. Nem kereste a dolgok összefüggését, mindent lehetőnek tartott, semmire sem emlékezett, semmi se csodálkozott. A felesége vajas, kenyér, vajas fehér kenyérrel etette, cukros teával itatta, kávét is adott neki, ő elfelejtette, hogy ez most lehetetlen, és örült a finom ételnek, akár a költészetnek és a mesének, mint ami szabályszerűen megilleti a gyógyulót. De ahogy gondolkodni tudott, azonnal megkérdezte a feleségét, honnan van ez neked? Hát, granya adja. Milyen granya? Granya zsivagó? Ki az a granya zsivagó? Hát, ki? Hát, Jevgraf, az omszki öcséd, a mostoha öcséd. Mikor eszméletlenül feküdtél folyton, ide járt hozzánk. Szaros pontában? Igen, igen. Szóval, mégiscsak áttört néha az tudatlanságodon. Valami lépcsőházban belétbotlott, botlott, tudom elmesélte. Ő tudta, hogy te ki vagy, be akart mutatkozni, de te szönnyen szörnyen rajongértett számon számontart? Miket elő nem teremt a föld alól is? Rést, mazsolát, cukrot. Hazautazott, minket is hív. Olyan különös, talányos szerintem lehet valami kis gálás viszony a hatóságokkal. Azt mondja, egy-két évre el kellene menni a nagyvárosokból, megülni földközelben. Beszélgettünk a Krüger birtokról is. Nagyon ajánlja, hogy konyha kertet lehessen telepíteni, hogy ott legyünk az erdő közelében. Nem szabad olyan engedelmesen elpusztulni, mint a birka. Zsivagó, még abban az évben, áprilisban, családostól elutazott a messzi urhába a volt Varikinói birtokra, Nyurjátyin városának környékére.